A családok támogatására fókuszál idén is az RMDSZ. A szövetség képviselőház, illetve szenátusi frakciójának pénteki összevont ülésén dönt a frakció az évi jogalkotási prioritásokról. Már most előrevetíthető, hogy a családok anyagi támogatására fókuszálnak. Csütörtökön kezdődik a parlament új ülésszaka. Mint minden ülésszak elején az RMDSZ képviselőházi, illetve szenátusi frakciójának tagjai meghatározzák, hogy melyek az ülésszak jogalkotási prioritásai. A frakciók pénteken üléseznek, és már most előrevetíthető, hogy a családok támogatására fog fókuszálni idén is az RMDSZ. Csoma Botond, a szövetség szóvivője szerint a családtámogatási intézkedések fontos területnek számítanak a frakció számára, és 2024-ben is folytatni fogják ezt a munkát. A családtámogatás mellett pedig más területekre is figyelmet fordítanak. A gazdák, azt tudjuk, hogy milyen kéréseket fogalmaztak meg a kormány felé. Megvizsgáljuk, hogy a kormány mit teljesített ebből, és amennyiben úgy ítéljük meg, hogy további segítségre, a gazdáknak további segítségre van szükségük, akkor ezen a területen is törvénytervezeteket fogunk kidolgozni. Azt is elmondta, hogy párbeszédre készülnek a vállalkozókkal a 2024. január 1-től alkalmazott adórendszerről, és olyan törvényjavaslatokkal tervezik majd ezeket korrigálni, amelyek a vállalkozók érdekeit szolgálják.